Gyermekzsivajtól volt hangos az Aranykapu játszóház Szabadkán. A Népkör Magyar Művelődési Központ közvetlenül a húsvéti ünnepek előtt tavasz kiáltó címmel szervezett programsorozatot főként családoknak és gyermekeknek. Stábunknak a gyerkőcök elmondták, a tojásfestés volt a kedvenc elfoglaltságuk. Megvizeztem az ecsetet, és belemártottam a színekben, és így elkezdtem pöttyözni. Akartam sárga. Adtak temperát, meg ecsetet, meg vizet, és első belemártottam a vízbe, utána pirosra bekentem. És miért piros színű lett? Mert szeretem. A fiúknak locsolóverset, a lányoknak húsvéti dalokat is tanítottak az eseményen. A locsoló versikém úgy szól, hogy ajtó mellett állok, ajándékot várok. Ha nem adnak piros tojást, akkor csak tovább állok. És az lányoktól szokták kapni piros tojást? Igen. És mit szoktál még kapni, mesélj erről? Hímes tojásokat, sokféle tojást szoktam kapni. A programok többségét a rossz időjárás miatt az Aranykapu játszóházban szervezték meg. Egy-egy foglalkozáson általában 30 gyerek van jelen. Hasznos időtöltés, nem csak a gyermekeknek, hanem a családoknak is. Én azt gondolom, hogy hetente, amiket szervezünk programokat nekik, nagyon látogatottak, nagyon-nagyon népszerűek, és úgy gondolom, hogy senki nem bánja meg, ha eljön egy-egy programunkra, és hát természetesen mindig igyekszünk a bármelyik ünnepkör vagy évszaknak megfelelő eseményeket szervezni. Az esemény tojásvadászattal zárták, ami után mindenki hazavihette az általa talált csoki tojásokat.